Veszem Trianon, veszem Trianon, veszem Trianon, veszem Trianon. Igen, hallgassák meg itt a Somorján élő magyar testvéreink, hadd hallják az itt élő szlovák emberek, hadd hallják az itt élő más nemzetiségek, és terjedjen el ez a hang a csalló közben, terjedjen el Mátyúsföldön, terjedjen el a Zoborvidéken, terjedjen el egészen Felvidék keleti részeire, egészen aztán utána Kárpátaljára, Erdélybe, Délvidékre, és egészen addig zúgjon, amíg valóban István jóslata be nem válik. Én megmondom őszintén, egy kicsit türelmetlenebb vagyok. Én már egy évet sem adnék ennek a tagyalázatos diktátumnak. Egy éven belül is azt mondom, még ma, ezen a napon, ha elindítjuk közösen azt a küzdelmet, ami az önrendelkezés jog kivívását jelenti, akkor megállíthatatlan lesz ez a folyamat. Nehogy valaki azt higgye. Az itt levők közül senki nem hiszi, gondolom, mert azért vagytok itt. De azok, akik meg nincsenek itt, és abban reménykednek, hogy majd hazamegyünk, és úgy folytatódik minden, ahogy mondjuk tegnap vagy tegnap előtt, hogy szépen lassan a csendes vagy kevésbé csendes etikai tisztogatás, a terület rablók, terület megtartó politikája előbb-utóbb eléri célját, és szépen mindenki belenyugszik, lehajtja fejét, és eljöhet az a nap, amikor Somorján is kitűzhetik úgy a szlovák zászlót, hogy már nem lesz magyar, mondjuk akit Szent István szobra helyére állított, mondjuk Szlovákország zászlót éppenséggel letépi. Hát erre játszanak, az önfeladásra, a legyőzésre játszanak azok a területrablók, aki a 94 évvel ezelőtti diktátum során szent magyar földet, Szent Korona országából részesedtek.